No, akkor most a következő a dolgunk, hogy itt mindent is átnézzünk, ugye összeszedjük, ami még itt a teremben van, továbbra is kurva sötét. Vannak egyébként dolgok, amiket Ethan föl tud venni, annak ellenére, hogy nem azt fogjuk jelenleg, azt mondom én, ott is van. Sárga fiszfasz, erről van szó, 2400 lei. Egyre jobb pénzeket kapunk, ugye, tehát a játék azt tudja, hogy minden egyre többe kerül. Vigyázz ránk, oké? Oké, tök kék az egész, szóval most egyetlen egy dolgunk van. Hogy mondjam szépen, betankolunk? Úgy mondom szépen, jó? Valamiért ezt folyamatosan nyomni kell, nem tudom miért, gondolom, hogy véletlenül sem menjél föl, majd mindjárt meglátjátok. Metal polymer composite. Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. Na és akkor most már mi vagyunk, ugye? Gyakorlatilag egy rohadt nagy tankkal megyünk neki. Azt mondja, hogy ezzel célzunk. Oké. Jó, rendben van. Akkor nem lesz olyan nagyon-nagyon nehéz dolgunk, ezzel védekezünk. Ezzel lövünk. Imádni fogjátok, jó? Tehát ez ilyen nagyon-nagyon meha az egész, ami azt jelenti, hogy most Heisenberggel fogunk foglalkozni, ugye? A Heisenberg valódi dolgával. Na most hagyjuk, hogy kicsit visszatöltődjön, ugye? Ez nagyon fontos egyébként, hogy legyen rakétánk. Azt a jobb alsó sarokban látjátok. Jelenleg még nincs. Várunk, várunk, várunk. Meg is van, köszönöm szépen. Szóval akkor most így... Én elindulok szépen erre. És hamarosan meg fog jelenni a fiatal ember. Aminek nagyon örülök. Ott is van. Na most igazából a gyenge pontjaira kell menni, amiket én nem nagyon látok, hogy hol van a piros, jó? Ott van a pirosak, pirosak, pirosak. Ezért kell a rakétákat megtartani, mert rohadtul messze viszi őket, jó? Nem jött be? Oké, csak védekezni tudunk, jó? Semmi gond. Közben egy szart se látok egyébként abból, ami van, szóval ilyenkor kicsikét odébb megyünk. Még annyira nem vészes a helyzet. Ilyenkor védi magát, de szerencsére látok ott egy ilyen piros cuccot, amit én lőhetek. Ez ilyen nagyon-nagyon fucking pozitív. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Kicsit messzebb menjél, öreg, jó? Nem örülök neked. Ott van. Izékre megyünk ugye ezekre az ilyen sérülékenyebb részek, ami rendkívül piros. Az azt köszönöm szépen. Most kapjuk egy rakettát is, oké? Na ez a nehéz része egyébként, hogy figyelni arra, hogy mit lövünk, pontosan célozni, ami kontrollerrel annyira nem egy fasz a dolog. Oké, kicsit védekeztem, egész jól állok. Ez most annyira nem volt jó ötlet egyébként, de mindegy. Hol vannak az érzékeny pontjai, vagy már megvannak? Ja, elvileg most már csak csoszog, és... Ja, elvileg most már csak odébb csoszog, aztán nekem meg majd a saját utcaimmal kell ülni, majd mindjárt. Tehát tényleg, ami van nálam, ugye, sátgán és egyéb, ami annyira nem fasz a dolog. Pakoljál meg! Fak, 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 fak! Ez az. Most ledobja, és akkor most pedig ugye Ethan saját maga fut neki itt a dolgoknak, ami tök faszal majd mindjárt. Az oké. Köszönöm szépen. Hopp, egy gyár mínusz. Élettöltő nulla. Jó, szóval ezt most nagyon ügyesen kell csinálnom. Ilyen nem meg nincs. Bázd meg, nincsen, nincsen, nincsen élettöltöm. Fuck. De van! Van, tök jó. De most ez miért üt? Igazából nem értem, na mindegy. Szerintem az a biztos, hogyha... Megszúrjuk ezzel, jó? Nincsen magnum lőszerem, gyerekek. Oké, okay, akkor... B opció. Ne halljál meg, Ethan!
Etán, bazd meg! Na, meghód? Hát úgy fest! Akkor gyorsan futunk meg, akkor viszont a környéken vannak dolgok, amiket föl tudunk szedni, és ez nekem nagyon kell, jó? Még mielőtt a következő cutscene jönne. Oké, csak ezt nem akartam addig, amíg itten balhé van. Gyerünk, 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 futi! Sniper elfele, azt még érjük el legalább, köszönöm! Hogy ez még él, hogy szakadna meg? Mégse! Jó volt? Jó volt, oké. Ennyi. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor. Who are you? Where's Rose? Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the process. And I must have. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be here? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. You're dead. You will join the Megamycete records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. Wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen.
and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. SAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Na, szóval, most akkor Chris-szel vagyunk, ami azt jelenti, hogy első körben átnézzük az arzenált, mi hol van. Géppityú, nem ez géppityú, ez pisztoly, ez gránát, nézzük, mink van még. Azt mondja, hogy ez egy, igen, automata pisztoly, igen, ehhez rengeteg lőszer, target locator, ezt be kell tennünk nekünk muszáj shortcutba, jó? Ezt muszáj shortcutba bepakolni. Karambit, azt nem fogjuk használni jelenleg, oké? Okay? Jó, szóval akkor nézzük először, hogy merre fele megyünk, oké? Okay? Szóval jelenleg ott tartunk, hogy Ethan Winters-t ugye meggyilkolt a Miranda egy szívkitépéssel, ami egy rendkívül fos helyzet, úgyhogy Chrisnek be kell menni a dzsumbúj kellős közepébe, hogy megoldja ezt a problémát. Ott is vagyunk, ugye? Alpha. Nem kevés hostile bioweapon lesz itt, jó? Tehát bemegyünk a faluba, kérem szépen, ami annyira nem fasz. Főleg, hogy a szarul célzunk, akkor az úgy pláne nem segít rajtunk. Adtok cuccot? Nem adtok cuccot, szakadjatok meg, akkor megpróbálkozunk az, hogy... Na. Szóval én megpróbálok igazából ilyen speedrun módra elfutni mellettük, hát ha sikerül. Csak szakadj meg! Most nekem ez szerint jobb pisztolyom van, mint Ethannek, ez tök pozitív. És merre kell mennem? Az mi az Isten? Ah, ez azt mondjuk. Köszönöm. Szóval tudja, hogy a rifle-t fogom úgyis használni. Az meg mi az Isten ott? Mi van ott? Az a cucca az, amit nekem le kell nyomnom, mint a bélyeget. Ajaj. Jó, szóval nem erre megyünk. Okés. Ez az a bigyó, amit nekem ki kell nyugasztanom, amit tök fasza. Ezt még nem tudjuk használni. Fuck! Te meg mi az anyád vagy? Ja, tudom.
mocskos rohadékot kinyírtuk, azaz. Van még? Gyerünk! Mellé, köcsög! Hol van? Hol van a rohadék? Ez szerint kinyírtam, jó. Ez nem jó. Ez... Jó, menjünk körbe akkor. Mi baj lehet? Kés! Jó, akkor a házaknál hagytak cuccokat, akkor most nekem merre kell tovább menni. Térképen megnyugú, jó? Terelgetnek, ami nagyon fasza, nem arra megyünk. Nem is arra, jó? Akkor mégiscsak erre megyünk. Mi az Isten nyila van itt? Éjjellátó, ablak van? Nincs. Fuck. Erre nem tudunk menni. Azon keresztül? Ez annyira király! Ez annyira király, hallod. Ez tök jó. Na gyertek, rohadékok, gyertek! Azaz. Umberize, I need some backup. I see you. Two hundred to the blue. Ne, hol a lövök? Csezd meg! Hagyjál békén, hagyjál békén! Köcsög! Na, nem, jó? Nem. Nem, hagyjál békén, jó? Tudjátok mit? Van egy ilyenem. Mit szóltok hozzá? Jó lesz? Mi az anyád? Megdöglött? Azaz, futunk. Nem tudom, mindegyikkel kell-e foglalkoznom, de próbáljuk inkább elhúzni. Ííí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 
Ez mi a franc? Cutscene, miközben ott vannak a nyakamba. Gyerünk. Na? Reloading now. Just a minute. It's a small idiot that way. Basszátok meg! Ott vannak cuccok, ott vannak cuccok. Mi van ott? Mi van ott? Mi van ott? Valami van itt és ez rohadt pozitív. Bocs! Adjál békén! Azaz, futunk. Gyorsan, gyerünk! Léci, legyen időm! Ez az, bazd meg! Erről van szó. Szétdurrantottam már, vagy még nem? Én ezt értem, csak bazd meg. Gyertek! Ne. Tudjátok mit? Akkor még egyet, jó?
Bazd meg! És még ilyenkor is támadnak, miért nem tudok fegyvert feltenni? Bazd meg, nincs gránátom! Áááá! Így már értem. Fuck. Gyorsan! Gyerünk, hátra, ne érjenek el! Fuck! Ne! Ez az, bazd meg! Azaz! Na végre! Kiváló! Na most szépen lemegyünk, ez annyira nem lesz fasz a gyerekek, jó? Ez annyira nem lesz fasz. Rengeteg dolgot kapunk most. Ez azért van, mert jön egy nagyon-nagyon durva kis rohadék, akivel foglalkoznunk kell. Gránátunk meg egy deka se van? Ja, úgy tűnik. Fuck. Jó. Targetokértől tudom használni még? Nem. Jó. Akkor pisztoly! Meg gépítjú, jó? Ennyi. Kész. Remélem nem cseszem el. És lecsapott. Faszom. De miért nem tudok annyira gyorsan odé futni? Hát a mögé valahogy be tudok jutni? Nem nagyon engedi a rohadék, szóval annyira nem fasz a dolog, de mindegy. Oké, ez annyira nem passza. Jó, majd a pirosba kerülök, akkor majd bántalmazom, jó? Valahol a bal felén kell nekem mozgolódnom, mert hogy egyébként mindent is bír. Jó, még jó vagyok. Jó, hogy ilyet tudok! És lecsap, bazd meg, és lecsap. Oké, ezt nem most kegyünk. Gyorsan, annyi időm legyen már, bakker, hogy lecsapjam. Ez kapott egy csomagot most, oké. Szarik van páncélozva, vagy csak én látom rosszul? Hátán van az a szar, oké. Oké, értem. Na most vagyunk pirosba, akkor gyorsan gyógyítunk. Mellé, azaz. Gyerünk. Ne találja, bazd meg! Áh! Gyorsan. Csapjál egyet. Kicsit szédülj bele, jó? Gyerünk, azaz. Ne rám, te pénisz! Mondjuk mindegy igazából, amíg távol vagy tőlem, addig jó. Faszom. Áh! Mindegy, nem baj, bántjuk, jó? Ha jól látom, akkor csak a hátán van az a cucc, amit tudok bántani. Határozottan úgy tűnik, ez annyira nem passzott. Jó. De reloading van, csezd meg! Na gyere te pöcs! Csak jó sok a hátad mögé, hadd lőjem azt a kurva gombát, hogy mi az annyira. Azaz! Eddig jó. És csezd meg, eltalál, gyerünk! Gyorsan! Gyerünk a hátam, azt a szart lőjük! Gyerünk! Megdöglött?
Azaz! Erről van szó, köszike! Ez azért nem volt semmi, esküszöm, ez szemetebb volt, mint az előző alkalommal. Fú, bazd meg! Fú, oké. Okay. Nem? Merre tudok menni? Nyet. Nyente. Ah, big fucking barlang, azaz. Na hol az igazi Mia? Ez a jó kérdés. Ez a jó kérdés. Lassan minden a helyére fog ám kerülni, higgyétek el. Na. Ben vagyunk ám mindennek a közepébe, ami annyira nem jó. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony. No, so well. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late. We really should have told Ethan. Igen, tényleg el kellett volna Ethannek mondani a tervet, ez azért egy... Hát igen, ez kellemetlen. Igazából a térképem az továbbra sincsen, viszont hál' Istennek Chrisnek a része az rendkívül lineáris. Chris! Na ez, olvasgatunk, ezt imádni fogjátok. Ez mi a franc? Aha! Egy izé. Nézzük bele. Azt mondja, hogy alany neve Salvatore Moro. Kadu hatás alacsony. Agyi funkciók meglepően alacsony. Ugye tudjuk, hogy ki ő halfiú. The Kadu has caused drastic changes to internal organs, transforming them into organs similar to fish-like gills and the swim bladder. Azt mondja, Kadu drasztikus változásokat idézett elő a belső szervekben, átalakítva őket hasonlóvá, mint a halak kopoltyúja és úszóhólyagja. Another subject with irregular cell division causing him to transform into a giant fish. Azt mondja, egy another subject with igen, tehát egy másik alany hasonlóan szabálytalan sejtosztódással képes átváltoztatni egy hatalmas hallát. The subject is unable to control this transformation. Azt mondja, hogy nem képes irányítani ezt az átváltozást. Too many defects, an unfit vessel for Eva. Túl sok a hiba, nem megfelelő. Továbbra sem tudom igazából, hogy mi a fene ez. Tartály Évának. Jó, legyen tartály, mondjuk, nem akarok hülyeséget mondani. Na, ez micsoda? Oké, azt mondja, hogy mindegyikre tudunk valamit. Igen, azt mondja, hogy alany neve Donna Beneviento. Kadu hatás előnyös. Agyi funkciók normális, de rengeteg mentális betegséggel küzd. Physically she is no different from regular human, however she can secrete a signal producing substance which controls plants infected by the mutant mycete. Fizikailag nem különbözik egy átlagos embertől, viszont képes jeleket kibocsátani egy bizonyos anyaggal, amivel irányít tudja a növényeket, amiket megfertőzött a mutant mycete. When humans absorb the pollen from a particular flower, she can cause them to have hallucinations. Amikor emberek szívják be ezt a bizonyos pollent, képes nekik hallucinációkat okozni ezen estünk át, ugye. However, she is mentally underdeveloped and has divided her cadu among her dolls in order to control them from a distance. Viszont mentálisan fejletlen, és szétválasztotta a kadúját a babái között, hogy irányíthassa őket távolról, anyádat azt. Nem megfelelő alany Éva számára, oké. Okay. Szépen lassan megtudjuk, hogy miért vagyunk itt és kik ezek, ugye? Van még kettő könyvünk, ugye? Nézzük csak, ő pedig. Alany neve Alcina Dimitrescu, kadu hatásos, nagyon előnyös, agyi funkciók normális.
Regeneration rate is incredibly fast. The subject can heal any external wounds within seconds and grow her nails into claws in mere moments. Rapid regeneration also means an increased body size. A regenerációja nagyon gyors. Az alany képes a külső sebeit másodpercek alatt meggyógyítani, és a körmeit karmokán növeszteni pillanatok alatt. A gyors regenerációval vele járt a megnövekedett test méret. Jegyzet, due to the hereditary blood disease, the subject must ingest human flesh and blood on a regular basis to maintain regeneration capabilities. Igaz, mondja, hogy az öröklött vérbetegsége miatt az alanynak rendszeresen emberi vért és húst kell fogyasztania, hogy megtartsa a regenerációs képességét. I suspect that if the subject regeneration is not properly balanced, then she may mutate uncontrollably and unfit vessel for Eva. Tehát gyanítom, hogyha az alany regenerációs képességei nincsenek egyensúlyban, akkor kontroll nélkül fog mutálódni. Nem megfelelő Évának. Igen, ez történt, köszönöm szépen. És akkor ez is mi? Ott is van ez a péviszla. Szóval, alany neve Karl Heisenberg. Ja, kadu hatásosság nagyon előnyös. Agyi funkciók normális. Has electric organs similar to the electric ray. Náke japonika. Tehát elektromos szervei vannak hasonlóan az elektromos rájához. These electric organs are connected to the subject's nervous system. Ezek az elektromos szervek az alany idegrendszerére vannak rákapcsolódva. Can therefore patient control electricity throughout the entire body, allowing control of magnetic fields which is used to move metal. Tehát képes az elektromosságot az egész testén belül uralni, így képes mágneses mezőt generálni és fémtárgyakat mozgatni. Splendid specimen, but still an unfit vessel for Eva. Azt mondja, hogy kivételes alany, viszont még mindig nem megfelelő Eva számára. Szóval, Eva a kislány, akit szeretne visszahozni. Van itt minden igazából, gombáról képek, hasonlók. Igen, itt vannak ugye a különböző mutációk ezzel a szarral. Ő egy kádú, ha jól látom. Tök jó. Rendben, szóval ezek a valamik, amiket igazából beültetnek. Oké, tehát ezzel irányítják ugye a biológiai fegyvereket. Valamint akkor nézzünk bele, nem, elejétől, jó? Azt mondja, hogy ott van egy fénykép. Mi van rajta? Fénykép három emberrel. Azt mondja, hogy kedves Miranda, hatalmas bocsánatot kérek, amiért nem találkozunk személyesen. I would love nothing more than to visit your quaint village once more, however I'm incredibly busy. Semmire nem vágyom jobban, mint hogy meglátogassam újra a faludat, de rendkívül elfoglalt vagyok. Then again, I suppose for an immortal woman such as yourself, you no longer remember this poor half-dead medical student in the snow. De gondolom, hogy egy halhatatlan nőként, mint magad, már nem emlékszel arra a szegény, félhalott orvostanoncra a hóban. I have always cherished the revelations I came to 15 years ago when I stayed in your village. Még mindig örülök a megvilágosodásnak, ami 15 évvel ezelőtt jött el a te faludban. I was inspired by your research to think one could transform a human by infecting them with an organism positively visionary. Inspirált a kutatásod, belegondolva, hogy egy embert átalakíthatunk, hogy megfertőzzük egy másik organizmussal, látnoki. I knew that with that knowledge I could achieve my own vision for the next step in human evolution. Tudtam, hogy ezzel a tudással képes leszek elérni a saját víziómat is, a következő lépést az emberi evolúcióban. Even after two world wars and humanity on the cusp of another, my conviction never wavered. Két világháború után is az emberiség... Igen, and humanity on the cusp of... Igen, és hogy az emberiség egymásnak esett, még mindig meg vagyok győződve. I realized, however, through the many nights of intellectual talks you and I shared that your conviction differ from mine. Már rájöttem a hosszú elbeszélgetett éjszakák alatt, hogy az elköteleződésed más az enyémnél. You hope to bring back a single dead person while I aim to change the world. De egy halottat szerettél volna visszahozni, még én szerettem volna megváltoztatni a világot. Your experiments on the mold would not have aided me in my endeavor to achieve an exponential infection. I thought the virus would be more effective. A kísérleteid a penésszel nem segítettek volna, hogy elérjem a kiterjedt fertőzést, egy vírus sokkal hatékonyabbnak bizonyult.
This is why, my dear, I had to leave you. I still regret never telling you goodbye. Ezért kellett, drágám, elhagynom téged. Még mindig bánom, hogy nem tudtam elköszönni. I apologize for reminiscing. I actually have news that I thought might please you. Elnézést a zavarásra, de valójában híreim vannak, amik valószínűleg tetszenek neked is. I have found the key to evolution, the progenitor, a virus found in Africa. Megtaláltam az evolúció kulcsát, a progenitor egy vírus Afrikából. I plan to start a company with friends and colleagues dedicated to the virus research. I will call it Umbrella, just like the symbol in the cave that we spoke about. Baszod! A barátaimmal és a kollégáimmal indítunk egy céget, ami a víruskutatásnak szentelünk, Umbrellának fogjuk hívni, ugye? Megvan a kapcsolódás. Pont mint a barlangi szimbólum, amiről beszélgettünk. I am one step closer to making my vision a reality. I hope you will be able to achieve your goal someday too. You told so much, and for that I will be forever in your debt. Egyre közelebb vagyok, hogy a víziómat valósággá váltsam. Remélem, hogy te is képes leszel elérni egy nap a céljaidat. Annyit tanítottál nekem, hogy örökké az adósod leszek. Sincerely, long life student. Tisztelettel, élethosszig tartó tanítványod, Oswell E. Spencer. És ott van, csezd meg a kapcsolat, ott van. Ott van a rohadt kapcsolat, hogy mi volt itt. Ezek után van bárkinek kérdése azzal kapcsolatban, hogy ez a Resident Evil világban tartozik? Ugye, hogy nem, úgyhogy legközelebb próbál beszélgetünk róla.